Azt mondtam egy-két videóval ezelőtt, hogy megnézzük, hogy hogyan lehet kitiltani egy felhasználót a rendszerből. Ehhez csak annyit kell tenni, hogy az Edge per Password állományt kell módosítani. Azaz Ctrl S-sel szépen keresek az MC-n belül, méghozzá a Password kell nekem. F4-et ütök le, hogy ezt módosítani is tudjam, és lefele menve itt egészen én azt mondom, hogy lejövök a próbáig, és a legegyszerűbb módja annak, hogy próba ne tudjon bejelentkezni, az az, hogy az alapértelmezett shell-t, azaz a parancsfuttatót, tehát más néven a parancsértelmezőt, azt megtagadjuk tőle. Az alapértelmezett shell tudjuk itt található, ez a burn shell, hogyha ezt kitörlöm, és átírom false-ra, false, majd F10-zel kilépve ezt itt elmentem, és azt mondom, hogy egy másik terminálon Alt F2-t leütve megpróbálok bejelentkezni, például próba, ez a login név és próba a jelszó, akkor azt fogjuk kapni, hogy próba nevű felhasználónknak nem sikerült belépnie, ugyanis ugyanazt a login bejelentkező formulát kaptam most is, mint az előbb. Tehát próba innentől már nem tud belépni a szerverre. Még egyszer miért? Azért, mert most a shell-t azt megtagadtuk tőle. Alt F1-gel visszatérve az első terminálra, én megint szerkesztésre megnyitom ezt az állományt, és most beírom azt neki, hogy dev 0. F10-el kilépek, megint elmentem a változást, Alt F2-vel visszatérek erre a környezetre, és nézzük, hogyha próbát írok be, és beírom a próba jelszót, akkor be tudunk-e jelentkezni. Ilyenkor kiíródik az, hogy a bin per dev 0 nem futtatható, nincs ilyen fáj vagy könyvtár, azaz megint nem kapott shell-t. Nézzük, mi történik a no login hatására. F4, kitörlöm és bejön majd no login. F10, elmentjük. Alt F2 átérek ide. És próba felhasználóval, ha megint be akarok lépni, akkor megint azt kapom, hogy nincs ilyen fáj vagy könyvtár, tehát nem is tud egyszerűen belépni. Hát így lehet egy felhasználótól megtiltani a belépést. Viszont mivel nem írhatunk ki a felhasználónak semmi információt, ezért ő nem tudja azt, hogy miért is van megtagadva az ő belépése, csak ezt tudja elolvasni, ebből pedig egy átlag felhasználó nem kap olyan információt, amivel megkönnyítenénk az adott problémának a megértését számára, tehát ténylegesen az.